korszerűsítés, megújult gépparkkal és felújított környezetben működik a Kisvárdai Kórház laboratóriuma. Országos verseny, a legjobb csecsemőgondozó fiatalok mutatták meg tudásukat Nyíregyházán. Elnöki vizit, a Lions Club Nemzetközi Szövetségének elnöke látogatott a megyeházára. Megújult a Szent Damján görög katolikus kórház központi laboratóriuma, korszerűsítették az eszközparkot és az épületrészt annak érdekében, hogy gyorsabban és biztonságosabban végezhessék munkájukat a dolgozók. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A fejlesztésre több partner intézménye közösen a Magyar-Román Együttműködés keretében pályázott a Kisvárdai Kórház. A beruházás összköltsége meghaladta az 1 millió eurót, melynek jelentős része uniós forrás. Korszerű hematológiai automata a megújult központi laborban Kisvárdán. Az itt dolgozók már tavasszal a hivatalos átadás előtt visszaköltözhettek a részlegre. A fejlesztésnek köszönhetően nem csak a munkakörülmények, hanem az ellátás színvonala is jelentős mértékben javult. Megújult a laboratóriumunk teljes infrastruktúrája, felszereltsége, ami azt fogja eredményezni reményeink szerint, hogy egy hatékonyabb, gyorsabb, betegbiztonságot növelő feladatellátás lesz, válik lehetővé a kórházunkban, emellett a munkakörülményeink is jobbá válnak. Az átadáson elhangzott, a Szent Damján görög katolikus kórház hosszú távú színvonalas működéséhez elengedhetetlen volt a központi labor felújítása. A beruházásra több partnerintézménnyel közösen pályázott a kórház. Korábbi években összeraktuk, hogy a kórházunkban milyen fejlesztésekre van szükség, és ennek az egyik lételeme volt a laboratóriumnak a felújítása. Itt mind az építészeti felújítás, mind az eszközfelújítás szükségessé vált, és 2018 nyarán indult el ennek a szervezési-tervezési folyamata. Ennek első lépcsője az volt, hogy megállapodást köthettünk a Szatmár-Bereg megyei kórházzal, a Szatmár megyei sürgősségi kórházokkal, és ebben a rohus pályázati forrás keretén belül tudtunk olyan mennyiségű forrást elérni, amely a saját fejlesztési igényünknek a eléréséhez, kielégítéséhez elegendő volt. Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a magyar-román együttműködés fontosságáról is szólt. A közös fejlesztéseknek köszönhetően javult többek között az egészségügyi ellátás színvonala a határmenti régiókban. A Magyar-Román Együttműködési Program keretében valósult meg az a laboratóriumi fejlesztés egy kiemelt program keretében. Szatmár megyével egyeztük meg, hogy ezt a flagship projektet zömében, Szatmár megyében, a Román és Szatmár megyében költik el az erre jutó forrásokat, de két fontos fejlesztés belefért ebbe a pályázatba. Egyik ez a laboratóriumi fejlesztés itt Kisvárdán, és ugyancsak megvalósult egy másik fejlesztés a József András megyei kórházban, Nyíregyházán. Minden ilyen fejlesztési tevékenység persze a tárgyi eszközök tekintetében is fontos, de kapcsolatépítés is jelent a Szatmár megyei, a Románia Szatmár megyei kórházzal, további szakmai kapcsolatokat jelent, és megalapozott a következő 7 évnek a fejlesztési programjaihoz, közös pályázati programjaihoz is. Az átadáson részt vett Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki a tervezés óta segítette a fejlesztés lebonyolítását. Tényleg, aki ebben az elmúlt 4-5 éves időszakban, de főleg talán az elmúlt 3 éves időszakban sikeres projektet végig tudott vinni, az egyszer a tisztelet, nagy főhajtási gratuláció, mert borzasztó nehéz időszakon vagyunk túl. A központi labor felújításának összköltsége meghaladja az 1 millió eurót. Az összeg jelentős részét uniós forrás, emellett állami támogatás és önerő is jelenti. Van, akit a későbbi hivatására, másokat a családi életre készített fel az országos csecsemőgondozási verseny. A legjobbak Nyíregyházán találkoztak a hétvégén a Magyar Vöröskereszt megmérettetésén. 27. alkalommal rendezték meg a csecsemőgondozási verseny döntőjét. Fiatal nővéred most szült. Ma lesz az első fürtetés. Nem csinált még ilyet soha. Téged kér meg, hiszen te elvégezted a csecsemőgondozási tanfolyamot, hogy fürdesd meg a 3 napos gyermekét. Ilyen feladatokkal kellett megbirkózni azoknak a fiataloknak, akik részt vettek szombaton a 27. országos csecsemőgondozási vetélkedőn.
Több típusú feladat van, három nagy csoportra lehet őket szedni. Vannak a gyakorlati feladatok, ahol a csecsemők és kisgyermekgondozás mindennapi jól ismert fogásait kell bemutatniuk a versenyzőknek. Etetés, itatás, pelenkázás, különböző tanácsadásokkal kell esetleg készülni, mert hogy kvázi arra készítjük a versenyzőket, hogyha nekik lesz majd gyermekük, akkor egyébként hogyan is kezdjenek hozzá. Picit, hogyha a nézők is belegondolnak abba, hogy amikor a legelső gyermeküket vállalták, vagy a legelső érkezett a családban, hogy mennyire nehéz volt, hogyan is kezdjek hozzá. Esetleg feltartott kézzel nézték, hogy úristen, hogy kezdjünk ennek a folyamatnak neki. Ezt szeretnénk ezeknél a versenyzőknél elérni, ezeknél a fiataloknál, hogy ők ne úgy álljanak, amikor az első gyermek megérkezik a családba, akár kis testvér, akár a sajátja. A Magyar Vöröskereszt a 70-es években szervezte meg először a versenyt, majd sok éves kihagyás után 1994-ben öltött új formát az elképzelés, hogy a fiatalabb korosztálynak minden szempontból előnyére válik, ha képet kap arról, milyen fontos egy kisbaba szakszerű ellátása. Kachlikné dr. Simon Márta hosszú évek óta foglal helyet a zsűriben. Arról beszélt, lényeges az is, hogy a diákok közösen tudják megoldani a gondozással kapcsolatos feladatokat. Ez nem egy hajcsár feladat, hanem az, hogy hát körbenézzen az állomásokon, és látom azt, hogy ezek a fiatalok egymásért hogy izgulnak, ezek a kis alsótagozatosak, vagy akár a középiskolaiak. Összetartás is van, és ha az a feladat, hogy hárman dolgoznak, és egy előbb elkészül, el tud menni a másiknak segíteni. Tehát ilyenre is ad egy felkészülést az élethez, hogy segít a felnőtt társán, nem csak azzal, hogy a baba hogy van ellátva, vagy hogyan dolgozik éppen a feladat megoldásán. Úgyhogy ez mindenképpen jó dolga a Vöröskeresztnek, hogy ifjúsági vonalon is tartja ezeket a közösségi foglalkozásokat és egyben szakmai dolgokat. Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei vezetője elmondta, a csapatok összetétele a vármegyében változatosan alakult. Az országból összesen 28 csapat érkezett, két kategóriában versenyeznek a fiatalok, az egyik kategóriában az általános iskolás csapatok, a másikban pedig a középiskolás csapatok indulnak. A megyénkből 4 csapat készült fel erre a versenyre. Ennek van egy rendhagyó része is, hiszen nagyon sokan élnek itt a megyénkben ukrajnai menekültek, és ebben az évben őket is meginvitáltuk erre a versenyre. Gyerek kategóriában vendégcsapatként készült föl 3 Nyíregyházán élő gyerkőc, és az ifjúsági kategóriában pedig nyírbátori édesanyák készültek föl, és mérik össze a tudásukat, hogy van-e különbség a magyarországi, illetve az ukrajnai csecsemő gondozási és kisgyermekgondozási protokoll között. A kislányok természetében benne van, hogy babáznak. Itt a versenyen viszont szakszerű tudásról kellett beszámolniuk, amely érintette az öltöztetést, az életkornak megfelelő táplálást, a fürdetést, de akár a szoplatás ajánlott, érvényben lévő protokollját is. Már alig egy hét és kezdődik az iskolai nyári szünet, ilyenkor nagyon sokan falusi vendéglátóhelyeken töltik a szabadságukat. A helyi turista szállások üzemeltetői tömörítő vármegyei szervezet idén ünnepli 30. évfordulóját. A jubileum kapcsán a szervezet megyei elnökét, Panyola polgármesterét kérdeztük. Mesébe élő tájak, középkori templomok, kerékpárutak. Szabolcs-Szatmár-Bereg kincseit test közelből is megismerhetik a térségbe látogatók. A településeken működő vendégházak tulajdonosai többek között erre a természeti és épített örökségre alapozzák kínálatokat. A szállásadóknak az idén 30 éves falusi turizmus vármegyei szervezete számos szakmai kérdésben nyújt segítséget. Sokaknak például a ma már kötelező online felületek használata nehézséget jelent. Ezeket a felületeket kezelni tudni kell, és hát ezekre szerveznénk képzéseket és összejöveteleket. A legközelebbi az június 16-án lesz, és ott legalább 100 vendégházat szeretnénk vendégül látni, és ott a aktív turizmusról, a kerékpáros barát turisztikai vendégfogadásról és számos olyan szakmai kérdésről, például erről az ENTAK rendszerről is lesz szó, ami reményeink szerint segítséget nyújt, hiszen sok olyan vendégházon most fontolgatják, ugye a környezetemben is látom, hogy bezárnak esetleg, mert megijednek ezektől a
adminisztratív nehézségektől, mi biztatnánk arra, hogy próbálkozzanak. Az online felületek használata mellett a vendégház tulajdonosok közötti összefogásra is sarkal a szervezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ma már a gyors internet elérés, a széles programkínálat előnyt jelent a szállásadóknál. Az egyesület célja, hogy ebben is segítse a falusi turizmusban dolgozókat. Ez volt az egyik alapötlet egyébként, hogy azokat a rendezvényeket, amelyeket jónak ítélünk meg, és a megyénket népszerűsíti, vármegyénket népszerűsíti, hiszen identitásőrző, népi struktúrájú és nem kimondottan falunap jellegű, ezeket szeretnénk promotálni. Ezeket a felületeinken feltüntetjük, és azok a vendégházak, akik ugye figyelik a mi felületeinket, azok tudják ajánlani a aktuálisan éppen nála vendégeskedő turistáknak, hogy elfáradhatnak arra a rendezvényre. Az ágazati szereplők helyzetbe hozására különböző pályázati források is rendelkezésre állnak. A vármegyei szervezet célja, hogy ezek a támogatási lehetőségek minél több szállásadóhoz eljussanak. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben a vidéki turizmus támogató nagy divers elnevezésű pályázatból összesen 198 új vendégház épült. Nyíregyházára látogatott a Lions Club Nemzetközi Szövetségének elnöke Brian Sheehan azt mondta, példaértékű az az összefogás, amellyel a szervezet támogatja az ukrajnai háború elől menekülteket. A delegációt Baracsi Endre fogadta a Vármegyeházán. A közgyűlés alelnöke azt mondta, a szervezet munkája nélkül nem lett volna ennyire eredményes a menekültek és a Kárpátalján élők támogatása. Alapvető élelmiszerekkel, tisztálkodási szerekkel és a mindennapokhoz szükséges háztartási eszközökkel pakolták meg tavaly tavasszal az első nyíregyházi Lions Club tagjai a teherautót Márokpapiban. A segélyszállítmányt az ország számos más területén működő Lions Clubjai gyűjtötték össze kárpátaljai családok számára. Akkor még csak néhány hónapja tartott az orosz-ukrán háború, és gondolni sem lehetett, hogy több mint 1 év múlva is rendszeresen szükség lesz az adakozásra és a menekültek segítésére. A hét elején a Nemzetközi Lions Szövetség vezetősége érkezett a Vármegyébe, hogy személyesen is meggyőződhessenek az Ukrajna Help program eredményeiről. A delegációt Baracsi Endre fogadta a Vármegyeházán. A vármegyei közgyűlés alelnöke köszönetet mondott az önkénteseknek a közel másfél éve nyújtott karitatív munkáért. Azok a települések, akik közvetlenül érintettek voltak, a települési önkormányzatok, ők az első nap már tudták és meg is tették azt, ami kell. És jó volt látni azt, hogy közvetlenül utána mindenki, itt a vármegyei emberek, a segélyszervezetek, a kormányzati szervek, Magyarország kormánya rögtön tette a dolgát, és valóban egy olyan segítségnyújtás valósult meg, amely úgy gondolom, hogy példaértékű, és ezt erre nagyon büszkének kell lenni. És jó volt látni azt, hogy azért ebbe az önkéntesek is bekapcsolódtak. Többször találkoztunk Beregsurányban a Lions Clubnak a kamionjaival is, és tudtuk azt, hogy ott van egy élő működő kapcsolat Kárpátaljával, Beregszászszal, a református főgondnoksággal, és láttuk azt a munkát, amelynek keretében igyekezték ők is kivenni a részüket a segítségnyújtásból. Brian E. Sheehan, a Lions Club Nemzetközi Szövetségének elnöke azt mondta, nagyon büszke arra az összefogásra, amelyet Magyarországon és itt az északkeleti régióban tapasztalt. None of us want an earthquake to happen, a hurricane to happen, war to break out. Senki nem kívánja azt, hogy tragédiák történjenek, földrengések, hurrikánok, árvizek, vagy hogy háborúk törjenek ki. Ezek azonban megtörténnek, ilyen esetben pedig óriási összefogásra van szükség a társadalomban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lions világszerte, így itt Magyarországon is összefogott, amivel rengeteget segítettek Ukrajnában a rászoruló családoknak. Mi a Nemzetközi Szövetség nevében azért is jöttünk most a Vármegyébe, hogy tanulj legyünk ennek a fantasztikus és eredményes erőfeszítésnek. Elmondhatatlanul büszke vagyok, és köszönettel tartozom a térségben dolgozók áldozatos munkájáért. Mondta Brian E. Sheehan, a több mint 200 országban közel 50 ezer területi szervezettel működő önkéntes hálózat Nemzetközi Szövetségének elnöke. A nyíregyházi Lions Club egyébként 2001-ben kezdte meg működését, jelenleg 28 taggal segítik a rászoruló személyek és csoportok mindennapjait.
Ötödik helyen zárta az MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat, a Gárda és a klub legjobbjai díjazták. A rendezvényen több mint 200 játékos vehetett át elismerést, valamint díjazták az utánpótlás csapatok edzőit is. Fegyelmezett fiatalok a küzdőtéren, érmek az asztalon, szülők a lelátón. A megszokott koreográfiával indult a Máté Szalkai MTK idén záró gálája. A klub 14 csapatával, a kézilabdát tekintve a vármegye legnagyobb utánpótlás nevelő bázisának számít. Mint az MMTK elnöke elmondta, voltak nehézségeik az elmúlt hónapokban, de összességében sikeres szezonra tekinthetnek vissza. Idén 205 igazolt versenyzővel tudtuk elkezdeni a szezont. 215 bajnoki mérkőzést játszottak le ezek a gyerekek, és hát azért vettem a fáradtságot, és ha már statisztikáknál tartunk, akkor körülbelül 1700 olyan foglalkozást tartottak a szakembereink, akikkel a legkisebbektől, a 7 évesektől egészen a 19 évesekkel bezárólag eredményes munkát tudtak végezni. A legkisebbek a szív- és kézilabda bajnokságban ugye mérték össze tudásukat januártól, tehát nekik volt pár hónap a hosszabb időszak a felkészülésre, ami szükség is volt, hiszen azért ne felejtsünk el, hogy azért egyetlen egy szezon se múljon el az utóbbi időben valamiféle akadályok nélkül. Hát most ebben az évben az akadályt nekünk itt jelenleg az energetikai problémákból adódó terembérleti lehetősége korlátozása volt, ugye hiszen a sportcsarnokunkat be kellett, hogy zárjuk, és ezért a működő csapatainkat ugye a befogadó intézményekbe, általános iskolákba elsősorban, de volt úgy, hogy utánpótlás, nagyobb utánpótlás csapatainkat Nyírbátorban kellett, hogy átszervezzük az edzéseiket, és oda jártak, illetve mérkőzésekre is. Az alacsonyabb korosztályokban a jelenlegi versenyrendszer szerint nem számolják az eredményt, így tabellát sem vezetnek. A 14 év fölötti kategóriákban több csapat is eredményesen szerepelt. Fiúknál azért megemlítem az U15-ös csapatunkat kiemelkedően, hiszen a alsóházi regionális rájátszás első helyezett, vagy aranyérmét nyerték meg, és ami még nagyon fontos, a legidősebb utánpótláskorú versenyzőink pedig az MB2 utánpótlásaként szerepelnek, ugye, és a nemzeti bajnokság harmadosztályában az U19-esek között mérik össze tudásukat, és örömteli tényként tudom elmondani, és büszkeséggel tölt el mindenkit, hogy ezüstérmesek lettek, megelőzve akadémiai utánpótlás nevelő csapatoknak a fiataljait is, és ami még nagyon fontos ebben és kiemelendő, hogy ez, mint említettem, U19-es, azaz 19 évesekkel bezárólag történik a bajnokságban szereplő gyerekeknek a versenyeztetése, és nálunk ezek a gyerekek 14-15 évesek, tehát óriási lehetőség előtt állnak, és ha még azt hozzáteszem, hogy a ezen U19-es csapatból az MB2-es felnőtt női csapatnak is oszlopos tagjai vált 4-5 gyerek, akkor ez pedig azt gondolom a jövő vonatkozásában, ami a felnőtt kézilabdát jelenti Máté Szalkán, ennek az utánpótlása is biztosítottá válik. A Máté Szalkai felnőtt női csapat az 5. helyen végzett az MB2 északkeleti csoportjában. A férfi szakákban nincs felnőtt együttes az MMTK-nak, de mint Torma Tamás elmondta, terveik szerint az U15-ös együttese építve néhány éven belül szeretnének változtatni ezen a helyzeten. Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó hétfőn délután Nyírszőlős és Óstó között. Az autós eddig ismeretlen okból hajtott neki a műtárgynak. A járműben jelentős anyagi kár keletkezett, de az oszlop is megsérült. A sofőrt a mentőszolgálat szakemberei ellátták, felmerült az ittasság gyanúja is. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Lezárult a Lónyai 200 emlékév, a névadó Lónyai Menyhért születésének bicentenáriuma alkalmából számtalan programot, konferenciát szerveztek szerte a vármegyében. 5 kiadványt is megjelentettek, szerkesztés alatt van pedig az a konferencia kiadvány, melyben az emlékév előadásai olvashatók. A záró eseményt a tuzséri Lónyai kastélyban tartották. Ünnepi hangulat a tuzséri Lónyai kastélyban. A település fúvós zenekara a Lónyai 200 emlékév záró eseményén állt színpadra. A Tuzsér Községért Közalapítvány 2022-ben gróf Lónyai Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából egész éven át tartó programsorozatot szervezett határainkon innen és túl.
Ebben számos partner támogatta a szervezetet. A bicentenárium éve ugyan véget ért, a programok zárását azonban többek között az orosz-ukrán háború miatt el kellett halasztani. Az eseményen a támogatók és a partnerek munkáját, együttműködését is elismerték. A zárórendezvény pedig ugye azoknak szól, akik támogattak, együttműködtek az emlékek megvalósításában. Hát azok a szervezetek, ahol Lónyai Menyhért politikai társadalmi szerepvállása jelentős volt, kimagasló, hogy őket mindenképpen szerettük volna bevonni az emlékeknek a alapításában, valamint azok a települések, akik eleve benne vannak, tehát Lónya, Tuzsér, Vásárosnavény, Nyíregyháza, Budapest, határon túlról említettem Beregsomot, Kárpátalja, valamint a felvidéki Deregnyő is, ahol szintén lónyai birtokok voltak egykoron, és az építhetőségi helyszínek, vagy annak a emléke még a mai napig is él. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyeháza bejáratánál áll gróf Lónyai Menyhért mellszobra is. Hozzátette, olyan államférfi volt ő, akinek sokrétű munkássága példát mutat a mai kor emberének is. Nagyon sokat jelentett, illetve jelent a mai napig is Lónyai Menyhért az országnak és a vármegyének, hiszen olyan intézményeket alapított, olyan pénzügyi szemléletet vezetett be a mindennapi gyakorlatába az egyes intézményeknek, amik nagyon fontosak manapság is. A Lónyai 200 emlékév egyik fő támogatója a pénzügyminisztérium mellett a miniszterelnökség volt. A záró rendezvényen Panyi Miklós miniszterhelyettes azt hangsúlyozta, ritka képességű, kiemelkedő államférfi volt gróf Lónyai Menyhért. A kiegyezés utáni boldog békeidők első pénzügyminisztere igazi országépítő volt. Mind a gazdaság terén, mind a gazdaság motorjainak a beindításán, mind pedig a tudományos életben a technológiai fejlődés és a tudományosságnak a mecenatúráján keresztül nagyon sokat tett ebben a békeidőbeli korszakban ahhoz annak érdekében, hogy Magyarország arra a fejlődés útjára lépett, ami aztán ezt a 50 évnyi békeidőbeli korszakot jelentette Magyarországnak. Talán még azt is fontos kiemelni, hogy az országépítés időszaka az, ahhoz azért mindenképpen megfelelő keretekre van szükség. Ez a megfelelő keret pedig a béke és a békés együttműködésnek az időszaka. A 2022-ben 30 éves jubileumát is ünneplő Tuzsér községért közalapítvány a Lónyai 200 emlékév kapcsán számos kulturális közösségi eseményt, konferenciát szervezett partnereivel. A bicentenárium alkalmából 5 kiadványt is megjelentettek. Szerkesztés alatt van pedig az a konferencia kiadvány, melyben az emlékév előadásai olvashatók majd. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megújult a Szent Damján Görög Katolikus Kórház központi laboratóriuma, korszerűsítették az eszközparkot és az épületrészt annak érdekében, hogy gyorsabban és biztonságosabban végezhessék munkájukat a dolgozók. A fejlesztésre több partnerintézménye közösen a magyar-román együttműködés keretében pályázott a Kisvárdai Kórház. A beruházás összköltsége meghaladta az 1 millió eurót, melynek jelentős része uniós forrás. Van, akit a későbbi hivatására, másokat a családi életre készített fel az országos csecsemő gondozási verseny. A legjobbak Nyíregyházán találkoztak a hétvégén a Magyar Vöröskereszt megmérettetésén. 27. alkalommal rendezték meg a csecsemő gondozási verseny döntőjét. Nyíregyházára látogatott a Lions Club Nemzetközi Szövetségének elnöke Brian Sheehan azt mondta, példaértékű az az összefogás, amellyel a szervezet támogatja az ukrajnai háború elől menekülteket. A delegációt Baracsi Endre fogadta a vármegyeházán. A közgyűlés alelnöke azt mondta, a szervezet munkája nélkül nem lett volna ennyire eredményes a menekültek és a Kárpátalján élők támogatása. Június 13-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb szerda este várjuk majd önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Thank you.
Kedden éjszaka borult idő várható vármegyénkben, a hőmérséklet 11 és 14 fok között alakul. Szerdán napközben nyárias idő várható felhők nélkül. A hőmérséklet a mainál melegebb lesz, 22 és 24 fok körül alakul. Pénteken és szombaton várható csapadék, de a hőmérséklet jelentősen nem csökken, 20 fok körül alakul egész héten.